Európa nagy részéhez hasonlóan Olaszországban is keresik az energiaspórolás újabb módjait. Az egyik megoldás a gázelzárás a tésztafőzés közben. A téma hatalmas vitát robbantott ki az országban, és megosztó üggyé vált. Egy római séf szerint például nem jó ötlet. Nos, valóban a tészta meg tud főni magától, akár további főzés nélkül is. Ha a víz eléri a forráspontot, lekapcsolhatjuk a tűzhelyet, és a tészta tovább fő, de nem lesz az igazi. Minden attól függ, hogy az étkezést akarjuk inkább élvezni, vagy pénzt akarunk spórolni. Az elkövetkezendő hónapokban az éttermi étkezés is luxussá válhat. A tulajdonosok igyekeznek nem emelni áraikat, de ez kihívást jelent ilyen áramszámlák mellett. Régebben 350-400 euró körül fizettem havonta, ami egyébként nem kevés. Ez néha nyáron felment 500 euróra a klíma miatt. Idén csak júliusban 1407 eurós számlát kaptam, mondja egy menedzser. Az olasz kormány több milliárdos támogatást ad a fogyasztóknak, de ősszel így is a terhek jelentős növekedése várható.